Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, május 24-én. A napokban fontos, hogy rendezzük az anyagiakat. Ha lehet, akkor jó lenne, ha tudnánk spórolni, egy kis pénzt félretenni, mert nem lehet tudni, hogy mi vár ránk a következő hetekben vagy hónapokban. Lehet egy kiadás, amire mi nem is számítottunk. Fontos ez az anyagi biztonság, de nem csak az, hanem a lelki nyugalom, a biztonság érzése a párkapcsolat területén. A férfiakat valami nyugtalanította az elmúlt napokban, de most jobban érzik magukat, van egy kis lelkesedésük, vagy érzik most a könnyűséget, és amit mi hölgyek érezni fogunk, hogy közelednek hozzánk, és nem csak ezt a közeledést, vagy a testi kapcsolatot akarják, hanem szeretnének beszélni, valamit rendezni, vagy kimondani azt, amit ők gondolnak, vagy érzelmeiket. Amit még érezni fogunk a mai napon, főleg mi hölgyek, ez a múlt. Jönnek az emlékek, és vannak szép emlékek, de vannak könnyek is. Az a fontos, hogy ne álljunk meg ezeknél a képeknél, ezeknél az érzéseknél, hanem gondoljunk a mai napra, és örüljünk annak, hogy minden jól sikerül, hogy céljaink vannak, és ez segít ezeken a fájdalmakon most túltenni magunkat. Ez nem is a jelennel áll kapcsolatban, hanem a múlttal. Amit most ajánlani tudnék nektek, ezek a célok, konkrét célok. Ezt meg kell nevezni. Ez segít abban, hogy valami változás legyen az életünkben, de amit még erősítenünk kell, ez a belső erő, hogy mi ezt ne adjuk fel, és a türelem. A türelem rózsát terem. És ez volt a Mizó is felvételem május 24-ére. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!